Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24. 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Na, szerettem volna ma komoly maradni az amerikai választással, annak ránk gyakorolt hatásával, valamint a léú testvérek elveszítésével foglalkozni, de Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós leszavazott, ők ketten kecskézni akarnak és ásapkázni. ráadásul időközben lemondott az Orbán kormány legfontosabb miniszterének egyike, Palkovics László, és ő sem hagyható le. Az étlapról. Már most puszírok minden nézőt és hallgatót, én Nagy József vagyok, és ahogy már az imént említettem, Nagy Gergely Miklós és Kerner Zsolt ül még itt a stúdióban. Na szóval a Palkovics ásapka skecske. Zsolt egyetlen kébe foglalta e három témát. Nagyjából azt írta a közös csatcsoportunkban a számtalan mondén is itt nem idézhető poén mellett, amiből egyébként, egyébként Miklós is kivette a részét. Idézem, Vén Palkovics is megnyalja a hatósági áras sót. Szóval akkor kezdjünk, kezdjünk Palkovics Lászlóval, aki ugye önszentából távozik az Ipari Technológia és Ipari Minisztéri állásából, azt követően, hogy tárcájától elkerül az Energiaügy. Ma reggeli cikkünkben, melyet három jeles kollégánk jegyzett azt írjuk, azt írják. Most lett tényleg abból, hogy a hozzá tartozó stratégiailag fontos területeket szép lassan kiszervezik alóla. Állítólag már azt is messze, hogy a közlekedés fejlesztés egy nagy csomagja Lázár Jánoshoz került a kormány átalakítás során, miközben a felsőoktatás és az innováció Csák János tárcájának kötött ki, sőt, Rogán Antal irányítása alá is kerültek át tőle szervezeti egységek. De a kaput azt tette áll, hogy a kormányzati energetikai portfólióból mind többen kértek és kaptak részt. különböző fájó volt megélni az új kormánytag, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter terjeszkedését, aki egyedi stílusban nyomul, és akárcsak annak irén az MNB alelnökeként érezteti a többiekkel a szellemi fölényét. Na szóval, Palkovics, mit szóltok? Térjünk vissza oda, hogy mennyire igaz az, hogy ugyanannyira igaz, hogy a Palkovics az Orbán egyik legfontosabb minisztere, mint hogy én kértem, hogy kecskézzünk végül. Ez hát azért, azért mert akkor, akkor nyilvánosságra pont, hozzon, nyilvánosságra majd akkor nyilvánosságra hozom majd a kecskés, nem, Ajaj. kecskés chat folyamunkat, de akkor maradjunk a Palkovicsnál. Tél. Hát a, így, felszínen, mielőtt belemennék abba, hogy Palkovics mi volt egykor, így hatalmi szempontból, és mára mi lett. Nekem az jutott először eszembe, amikor ennek a a lemondásnak a, hát így a körülményei kezdtek megjelenni a, a sajtóban, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon fura lemondás, és ilyenre a, a, a 2010 óta emlékeim szerint nem, nem volt példa. Tehát, hogy, hogy úgy mond le egy miniszter, hogy nem lemondatják, nem, nem valakire lecserélik, hanem, hanem önszántából. Hogyha emlékeztek, 2011-ben ez a történet, Ö, már ö, lejátszódott ö, részben, ezt a akkor a 444 ö, írta meg, amikor állítólag Pakocs felajánlotta a a lemondását Orbánnak. Orbán viszont nem fogadta el. 2021 re el. meg gondolsz. 2011 re nem, Az 2011 éves cikkeket hivatkozol le fejből. Nem, 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 21. Köszönöm a, a 2014 vitál. óta van hogy egyébként Orbán Vitor szolgáltában, erre majd még később visszatérünk. Igen, 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 hogy először államtitkár volt, aztán aztán miniszter, és hogy 2021-ben ő állítólag felajánlotta a lemondását, Orbán, Orbán viszont akkor helyre utasította, és azt mondta, hogy ezt felejts el, ezt körülbelül most idéztem ebből a a cikkből és akkor majd a, a palkovics akkor ezt vette ezt az üzenetet és akkor visszaállt a sorba. Most ha en, ennek a cikknek a a, a tény anyaga valós, akkor ehhez képest most ö, történt egy komoly fordulat, hogy hogy, ö, hogy 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 palkovicsot most már nem lehetett ö, visszaterelni a sorba, és szerintem ez annyiból különös hogy ugye azt szoktuk képzelni, hogy a kormány, meg a NER, meg a, a Fidesz világában Orbán Viktor mindenható, de most, hogy egy, egy olyan eset történik, amikor úgy tűnik, hogy nem, illetve nem mindenben mindenható, azaz nem mindenható. Tehát, hogy ez, 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 ez láthatóan meglephette, vagy némileg váratlanul érhette ö, a kormányt, vagy a, a, a kormányfőt, ugye azt nem tudjuk, hogy hogy Azért nem jelentik be hivatalosan a lemondást, mert ugye most már ez a harmadik napja, hogy tudjuk ezt a lemondást, ugye ez szerdán kezdett ez a történet ö, csírázni, és ö, ugye Navracsis Tibor a, a Telexnek el, elismerte majd, fél perc múlva már próbált ebből az elismerésből egy picit így hátrálni, tehát hogy, hogy e körül van valami, valami furcsaság, tehát hogy ez nyilván megtörtént, hiszen senki se cáfolja, ám de a bejelentés a hivatalos bejelentés nem történt meg. Ugye ezt nem tudjuk, hogy azért, mert utódot keresnek, és még nincs még az utód, vagy egyszerűen a Palkovics minisztériumot annyira szét fogják szedni, és szétosztják majd a, a, többiek között. Erről majd beszéljünk, hogy itt hatalmi szempontból milyen, milyen hátsó folyamatok lehetnek. De hogy, hogy az, az az, az ebből a szempontból biztosan ö, érdekes és ennek a történetnek a, a egyediségét jelzi, hogy hogy ezt nem Orbán Viktor ö, ö, döntötte legalábbis a lemondást, lehet, hogy a, a mögött vagy a, a lemondást kiváltó folyamatokra nyilván a, a, nem tudom, a, az engedélyt vagy az áldást nyilván Orbán és adta ki vagy Orbánnak nem, nem volt ellenére hogy így ez a Palkovics világ így szétszivárogjon. De hát, de hát most látunk egy ilyen, egy ilyen hallgatást, meg egy ilyen csendet a, 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 a kormányban, ami, ami érdekes. Akkor, főleg, ha egy miniszter... Beszéljünk van. a kormány struktúra, meg a személyzeti változásokról hosszabban, de azért előtte varjuk el azt a szállt, amit Gergő Miklós vetett fel. Ugye az, hogy azért Palkovics egy különleges figurája az Orbán kormányoknak. Ő nem a párti a csúcsán érkezett be a kormányzatba, előbb államtitkárként, később pedig miniszterként, hanem komoly potentátként az MTA rendes tagja, a gépészmérnök, egy nagy cégnek volt a, a magyarországi vezetője, én magam még annak idén nagyon sok éve interjúztam őt, és akkor, amikor éppen belépett ebbe a rendszerbe, 14-ben, akkor, akkor arról beszélt, hogy 150 millió forintos éves fizetése van, és tényleg új Delhitől, delhitő, Torontóig repül keresztül kasul a világban, és ő ezt hagyta ott. És amikor feltettem neki azt a kérdést, hogy miért, az volt rá a válasz, mert ő azt gondolja, hogy ő már tartott hogy a tudását kamatoztathatná az ország érdekében. Tehát volt, van, van benne egy ilyen volt benne egy ilyen értelmiségi nemzetjobbítási szándék, és ugye volt mögött egzisztencia, ami egzisztencia nyilván a politikától függetlenül megmaradt neki. Tehát ő megtehette azt, hogy idézőben hisztizett 2021-ben, és most megtehette azt, amikor ugye azt mondta, hogy nem erre lapunk forrásai szerint, hogy egyrészt nem erre szerződtem, másrészt pedig így maradna egy ilyen három napos, három könnyű napos munka nekem a minisztérium élén, a megcsonkított minisztérium élén, és akkor én itt nem fogom ezt benyelni, hogy felmossák velem a padlót. Ez egyrészt, hogy mennyire furcsa olyat látni, hogy olyan minisztert látni az Orbán kormányban, akinek ugye nem ez a teljes egzisztenciája. Tehát az, az eleve egy ilyen most már megszokott dolog nálunk egyébként, vannak máshol is ezzel problémák, például a briteknél egy csomó mm. politikai mm. probléma jön abból, hogy ezek az arcok egyszerűen ebből keresnek a legjobban, és ott a megyei képviselők is sokkal jobban keresnek, mint hogyha kiesnek a politikából. Tehát tök nehéz valami ö, olyan pótlót találni, amivel mondjuk ugyanazon a színvonalon, ugyanabban az iskolában járhatod a gyerekedet utána. És hogy a Palkovics az, az, nem egy ilyen figura, meg nem, nem állami hátszélből kizárólag állami hátszerből gazdagodott meg, nem az van, hogy így bekamúzott találmányokat magának, meg ezzel. Kire gondolsz? Ne nevesítsük. Aki, akinek nem mondhatjuk ki a nevét, a Rogán Antal egyébként, aki ugye <laughs> a híres feltaláló. Uh, szóval, hogy, hogy, hogy... Ez egy érdekes jelenség, szerintem, hogy valaki így egzisztenciálisan nem annyira függ a kormánytól, és egyébként akár még szakmaiak se. Tehát, hogy ki gondolhatja azt, hogy a kormányon kívüli munka az egy szakmailag magasabb szintű kihívást jelentett, ami egyébként a legtöbb esetben ezzel a kormányon szerintem így van, azért nem a legmagasabb szintű kihívások jelentkeznek ebben a kormányban. De a Palkovicsnak a státusz az eddig is uh, ilyen sajátos volt a kormányon belül, ugye neki nem kellett például beláni a izomból ebbe a migránshozásba se, semmilyen aktuálpolitikai üzenetbe, hogy vannak ilyen tírek a kormányban, ilyen szintek, hogy uh, ki, kit mire használnak, és akkor van a, vannak a hétköznapi akciófigurák, akiknek uh, kormányzati üzeneteket kell folyamatosan ismételgetni. És akkor van egy pár ember, akit így felmentenek az alól, hogy ezekben a napi politikai harcokban beleálljanak, Pinter Sándor, de nem hallod őket folyamatosan. Hát, Tehát ő ő nem kell elmondani. Más, más napon, szinten, ugye gondoljatok csak bele, azért mégiscsak Palkovics volt az, aki megcsinált, az MTA rendes tagja, akit megcsinálta az, az, hogy kiszervezte a felét a Magyar Tudományos Akadémiának a kutatóházatokat, kivitte, ugye? De az más az szinten, Akadémia nem? alól, elvette a függetlenségét, majd egy évvel később ő volt az, aki betereszette azt a törvényt, ami alapján, a magyar kutatókat, magyar kutatók kikerültek a közalkalmazotti státuszból, és ezért tényleg ő volt a legfeketesegőbb abban a körben, tehát neki is voltak ilyen, ilyen a, nem, ez a, feladat. A, a... Ez feladatmegoldás. Tehát ez tök más, mint a napi politikai üzenetek ismételgetése. Ő ott egy megoldó ember volt. Neki volt egy feladat, amit és, és kifejezetten az volt, hogy a kellemetlen feladatokat oldotta meg. Az egy sokkal. Ami Veltán magasabb... egyet sem értett. Igen, és, nem nem és ugye a pintér is a kellem, kellemetlen feladatokat oldja meg elvileg, hiszen nem véletlenül csapták hozzá azok, oktatást akkor, amikor az igazán kellemetlenné vált. Itt most be kell egy zárulat, a héten hétfő jelent meg az én tollamból egy Frany Tamás interjú Magyar Tudományos elnöke, ezt a, ezt a részét egyébként, ha nem is Palkovicsot, de Palkovicsot is elég hosszasan taglaltuk el bezárva. Na, szóval. én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez egy másik szint, mint, a, mint mondjuk a Varga Judité, akinek a, a, <coughs> a, munkakör az gyakorlatilag abból áll, hogy Facebook posztokban az aktuális napi politikai üzenetet viszonylag fegyelmezetten kommunikálja, és több más ilyen miniszter van. A Pakovics az ennél magasabb szint volt. A Pakovics az ennél is magasabb szint volt, és ezért is kifejezetten érdekes az ő Ugye az Orbán, ez a kormányzati struktúra, ez egy azért tök érdekes dolog, főleg ebben a kormányban, a sokadik Orbán kormányban, most van a legfeszítőbb ellentét sorozat a kormány tagjai között. Ugye az Orbán most azt csinálta, szeretem úgy is játszani azzal, hogy minden hatalom tőle eredeztethető, nincsen senkinek hatalmi bázisa, amire építhet, és ezért mindenki függ tőle. Viszont egymástól nem függenek az emberek, és akkor szeret azzal játszani, hogy a fontosabb embereit folyamatosan versenyezteti pozícióra. Ugye ez volt a híres Lázár-Rogán párharcnál is, amit ugye Rogán Antal nyert meg. Uh, akkor most úgy, úgy tűnik, hogy volt egyébként egy pintér rogán párharc is, hiszen a titkosszolgáltok felügyel, felügyelete az ugye Rogán Antalhoz került. Meg és meg a akkor... sima liftesztetés Láz Navratics. Igen. lehetne ezeket. Igen, és akkor most beemelt egy csomó ilyen régi nagyvadat, meg a fiatal akcióhősöket is az üzébe, kormányba, és akkor itt próbálja ezt az ilyen centrális, az uradalmi rendszert úgy működtetni, hogy ezek az emberek folyamatos versenyben legyenek és rettegésben egymással szemben, és kizárólag tőle függjön mindenki a talmi szempontból. És ő azt szereti látványosan, hogyha ezekkel ő oszhat, és nincsenek külső befolyások. És engem egyébként ez a Lázárra emlékeztet valamennyire ez az egész ügy, amikor valakinek az egóját sérti az, hogy a hatalma, a feladatai nagy részét elveszik. Hiszen melózni akar és hatalmat akar, de nem arról van szó, hogy tényleg. Igen, de ugye a többség mégiscsak olyan, hogy elkezdte valamikor egy sima fideszesként, aztán lett belőle választókerületi valaki, aztán elnök, aztán képviselő, önkormányzati, országgyűlési befér, akkor tényleg az van, hogy egy feladat végrehajtó. De ezek, vannak jó néhányan, meg voltak is Navracsics, Lázár, Stumf, most éppen Palkovics, még lehetne pár ilyen ember, nektek. Van gondolata, van koncepciója, van valami. Nem esztifikáljuk azért, túlszinten a Palkovicsot. igen, egyébként igazad van részben, de ettől függetlenül ugye a hatalom, meg a politika az itt szinten túl ugyanúgy működik, és önmagáért való. Tehát ezek az emberek ugyanazt akarják megtartani a hatalmat. Egy a... politikus meg akarja ta tartani a hatalmat. Akkor is, hogyha van gondolatot, ott tökéletes egyébként a Borgen sorozat nagyon érdekes ebből a szempontból, ott mondják a legjobb, hogy a és leg ötlettelibb politikusok is, hogy válnak a hatalom önmagáért valóságának az áldozatává. Mindegy, ezt részletben bezártam, tehát hogy. Fölírtam. Morgan. Úgy csatlakoznék rá, hogy uh, tehát egy picit a, igen, a, a, a az arcélét így a távozásában, még amikor így emlékszünk rá pár napig, mert szerintem uh, Palkovics szóra, így nem, nem sokáig fogunk uh, emlékezni. Nem ég valami, Hogy? Nem fog visszajönni, mint, a, mint Lázár Navrat nem is tudom, a többi. Nem tudom, de akkor, nem akkor nem meg az, az, egy másik történet lesz. Tehát ugye azt mondjuk el, hogy a, a hírek, meg a, a, a belső történetek szerint egy nagyon kemény tárgyalópartner nagyon-nagyon durva tárgyalási eszközökkel él, ugye a szemeserebben, hogyha a legdurvább dolgot kell megtennie, tehát egy, igazá, egy igaz ilyen, ilyen kegyetlen végrehajtó portréra sejlik fel több, több róla szóló írásban, vagy történetben, tehát nem az a szívbajos fickó, akinek azért a bűnrajstromához a, a az eltávoztatását mindenképpen tegyük hozzá. Még ha ez nyilvánvalóan egy, egy magas politikai cél volt a, a, az orbán kormánynak. Azért azt ő, ő menedzselte le, ahogy egyébként ugye az egyetemek alapítványba való szervezését is. Tehát, hogy azért ezt a két ügyet mindenképpen említsük meg még az MTA mellett. Most a politika, igen, a, a, a ez szerintem biztosan jól látható, és ö, ugye itt tök érdekes, hogy a Lázárt mondjátok, a Navracsicsot, akiknél ugye picit ez a hasonló történet eljátszott, ugye, hogy egyszerre úgy hirtelen nagyon nagyok lettek, nagyon sok feladatot, meg hatalmat, meg pénzt is kaptak, ugye Ugye a ja, Palkovicsnak az egyik nagy fájdalma volt, hogy pont másfél évvel ezelőtt, hogy a, ezek az uniós források, ö, ö, vagy az, azoknak egy része ö, elkerült tőle, vagy ellett tőle. Véve, hogy hogy, 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 a, és hogy részben pont a család egyébként. Ami így biztos, van. És hogy. hogy hogy ugye nagyon sok feladatot kaptak, tényleg a, a, a lemondásról szóló cikkünkben a, a, a Spirk József és a Bitadani a írásából elkezdték felsorolni, hogy 2018-ban milyen feladatokat kapott a Palkovics, milyen területeket, és az, az egy ilyen különbekezdés volt, teljesen irreális, hogy mennyi minden tartozott hozzá hogy ez, ez, ez úgy csatlakozik a, a Lázár Navracsis, hogy, hogy ugye van egy, hogy létrehoz az Orbán egy ilyen nagy embert, most idézőelbe, vagy egy ilyen nagy erőközpontot, és az, az ugye pont, a, amit a Zsolt mondott, hogy a hatalom természete, vagy a politika belső mozgásai vagy törvényei szerint, ugye, főleg ugye, hogyha más, más tényezők is ott vannak körülötte, akik mondjuk ugyan olyan ambiciózusak, mint mondjuk Rogán vagy, vagy Lázár, hogy, hogy ez a nagy, nagy egység így, ez a nagy monolit, hogy elkezd valahogy leolvadni, és akkor ez ilyen, ilyen szereplőknek egy idő után ö, tele lesz ezzel a hócipője, és, és akkor valahogy ö, kihúzzák, kibekkelik, vagy vagy ö, vagy, 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 hát most, mint a, a Palkovics lemondanak. Az ő, a, az ő történet, szerintem azt még mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy, hogy ugye ő, ő, pont ez, a, tehát hogy nem a, ugye ő nem politikus, hanem ugye ez a, ez a hátország nélkül ilyen, ilyen szakértő, vagy szakértőből lett politikus, tehát hogy pont, pont ez a, ezek a belső kavarások, meg ezek a, bels, a politikának ezek a, igen, a lobbizál, ez a ez nem, nem, nem tudom, hogy egyébként ezt hogy gyakorolta, vagy, vagy mennyire volt ez tőle idegen. Ebben nyilván a, a Lázár vagy a Rogán ebben sokkal mesteribb. Hát de úgy, Mert még, hogy még Nagy merton is, ugye? Hogy ugye az, a lobbizás a következő fejezet, nagy a következő fejezet. Ugye Palkovicsnál nem kellett ezt tudni, lehet, hogy tudta, nem kellett ezt tudnia, mert Orbán fölemelte, megcsinálta, megmutatta, hogy ő a nagy ember. Tehát onnantól az Orbán szavával szemben nem lehetett mit lobbizni. Igen, csak az az érdekes, és ez az, amit nem fog nem fog valószínűleg sosem kiderülni, hogy amikor ezek a területek így kezdenek elkerülni tőled, és te nem akarod, hogy elkerüljön, hogy akkor ott, ott mondjuk igen, annál a karmelitánál abba a szobába, vagy, vagy az, amit mit lehet tenni olyankor? Vannak egyébként, akik ezt ügyesebben kezelik ebben a kormányban, akik ilyen tovább tudnak nagy emberek lenni, mint a Rogán, Pintér, Szijártó, ezek a figurák. Bocs, hogy belevágtam a szabadba. Nem, Ou, így... én, nagyjából be is, be is fejeztem ezt. Tehát, ugye ezek az arcok valahogy ezt ügyesen kezelik, pedig egyébként pont ez az átalakítás, ez, ez, a, ez például a minisztériumát is érinteni fogja, hiszen, hogyha létrehoznak egy energetika politikával foglalkozó minisztériumot, akkor oda a nemzetközi energiabeszerzések ügye is oda, oda kerülhet, ami jelenleg Szijártó Péternél van, aki pedig stabilan, talán a legerősebb és legfüggetlenebb miniszterelnek a kormánynak az Orbán -tón. Ja. Bocsánat, csak egy, egy, egy gondolatot, hogy várjak el a Zsoltra, hogy, hogy, hogy ami még érdekes ebben az egész parkóis történetben, a, a, pont a lemondás, meg a hallgatás mellett, hogy ugye itt úgy tűnik, és most nem akarom a jóskának a szövegét nyugodtan eltenni, mert úgyis ez, ez, ez lesz a következő, hogy itt van valami átszervezés vagy valami átrendeződés a háttérben. Ez tök érdekes, alig, bőfél évvel vagyunk a választás után, hát ilyen sem nagyon szokott lenni. Tehát, hogy, 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 nem, nem ilyenkor szoktak miniszterek távozni, nem ilyenkor szoktak új minisztériumokat létrehozni. az szóval ez is, ebbe is van valami furcsaság. A fő, fő téma most valószínűleg az, hogy kell egy Orbán Viktor belátta, derül ki, ami most már, már nyomozó cikkünkből, Orbán Viktor belátta, vagy azt gondolja, hogy szükség van energiaügyben egy külön álló minisztériumra ebben változik a struktúra, ez az energiaügyi minisztérium, ez most a, a Palkovics a minisztériumnak a csonkján fog létrejönni, vagy az, ez a minisztérium megszűnik, és lesz egy új minisztérium, illetve hogy a, az új energiaügyi minisztérium hogyan érinti más tárcák, például Szijjártónak a, a, külügyi és külgazdasági tárcáját, ahol most ugye ott van a paksi atomerőbővítés, és honnan mit visznek be oda, ezt még nem tudni. És én az elején beszélt erről, Miki, hogy vajon mi az oka annak, hogy, hogy egyelőre nem tudni, hogy még nincs hivatalos jelzés arról, hogy Palkovics felmondott, hogy azt nem tudja még Orbán valószínűleg, vagy még nem, nem döntötte el, hogy milyen struktúrában fog ez megszületni, és akkor kik lesznek adott területeknek az urai. Ugye a mi is azt derítette ki, hogy a Szijjártó minisztériumában még nem tudják, hogy mi lesz Paksa, és a Lázár János vezette építésügyi tárcánál sem tudnak biztosat arról, hogy az általános közlekedés politikai feladatokkal, bővül feladatokkal ki a közlekedés fejlesztési hatáskörük. Hát de igen, a hírek. Épp azért nem tudnak biztos, mert ugye ez teljesen váratlan volt az Orbán számára. Tehát valószínűleg ezt nem így találták ki. Fölmerül a kérdés akkor, hogy valóban szükség van-e energi energiapolitikai minisztériumra. Ugye a plegykek szerint ezt a Lantos Csaba vezetheti, aki hátország alapján valamennyire hasonló karakter egyébként a Palkovicshoz. De van neki agya. Uh, hát, hogy volt korábban vezető szerepben, uh, mondjuk a MET-nél is, ami ugye energetikai szempontból azért egy ilyen erősen kérdéses hely. Uh, föl, igazából az, az, merül föl, hogy valóban szükség van -e egy energetikai minisztériumra, egy csomóan azt mondják, hogy nem, mert hogy ugye a részterületek is annyira jól vannak leszabályozva, mindenre vannak létező hatóságok, hogy nem feltétlenül kell egy olyan közös intézmény, ezeket összerántja, mert hogy egyébként működnek a paksi bővítést kivéve ebben az esetben, de ugye azt is most vette át egy új, a korábbinál elvileg potensebb szereplő, Sziártó Péter, és ugye Süli Jánost is Hát ráébresztették, hogy neki távoznia kell ebből a kormányból, és, és akkor ez elvileg egy jobban, vagy ilyen jobban pörgő dolog lehetne. És akkor itt fölmerül a Nagy Mártonnak az ötlete, hogy valójában ugye egyetlen politikai üzenete lehet csak az Orbán számára egy energetikai minisztériumnak. Ő azt mondja, hogy ennek a, a mostani kihívásokkal teli kornak a legnagyobb kihívása mindközül az az energetika, és ezért erre külön minisztériumot kell szentelni. Magyarországon még soha nem, semmi nem működött, attól jobban, hogy külön minisztériumot szenteltek neki. Egyébként rosszabbú se, tehát nem, nem, nem ettől függ, ez csak egy politikai jelzés, vagy pedig egy hatalmi központ építése. Hogy ez kinek a hatalmi központja lesz pontosan, feltételezhetjük egyébként, hogy a Nagy Márton valamit profitál ebből, hogyha már ő javasolta ennek, a, ennek az előrehozását, vagy valamilyen, nem tudom, négydimenziós sakkal valahol máshol lát ő előretörési lehetőséget ebből az egészből de egyébként korábban is volt már a napi politika, meg az ilyen kihívásokkal teli kor olyan hatásra az Orbánra, ami miatt nem úgy módosította a kormány összetételet, hogy szerette volna. Ugye minden egyes kor, Orbán kormányban fél időben volt csere. Tehát ő, félidőben fél szeret cserélni, a kormányalakításkor két évre megkapja mindenki a feladatait, fél időben pedig újra gondolják, és akkor elkezdenek készülni a választásokra azzal a gárdával, akit akkor kinevez. És most a válság hozta ezt elő? A hát az, ezt elő... Az... Ugye az előzőben például a Kásler, akihez tartozott egy csomó olyan dolog, amit érintett a koronavírus, a Káslertől nem hát... tudta leváltani. Tehát, hogy valószínűleg a Kásler két hát évvel fél, hamarabb ott... elment volna már. Igen, igen, de ott félretolták lényegében a, a, a Káslert a, a COVID alatt, mert látszott, hogy teljesen alkalmas. Igen, igen, a... de de nem tudta lecserélni. Tehát, hogy egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy a válság közepén, vagy a járvány közepén lecseréli, ahogy azt se engedheti meg feltétlenül, hogy akkor cserél minisztert, amikor botrányai vannak annak a miniszternek, mert akkor az. Azt jelenteni, hogy az ellenzék belepofászhat a kormány alakításba. Igen. A, a kormány összetételébe. Ami szerintem egyébként megint egy tök jó kérdés, hogyha valaki a minimális gyengeséget sem engedheti meg magának, akkor az valójában erős embere. De ez hát, egy... Vagy csak ez a látszat. Vagy, vagy csak ez a Ez egy politikai filozófiai kérdés valószínűleg inkább, de... Hát a politikában valószínűleg a látszat sokkal többet igen. Van egy hatosság. olyan látszat is egyébként, hogy Orbán Viktor, szinte a politikai karrierje óta, legalábbis miniszterelnök, az első miniszterelnöksége óta, 98 óta, rendre beleszeret valakibe. Lehet, hogy ez csak ezt a, ezt a képet fölrajzolja, és valójában ez nincs. <coughs> akiben beleszeretett, évekig futtatja, betol alá hatalmi erőközpontokat, aztán villámgyorsan leváltja. Ugye a Kásler is ilyen volt, Lázár is ilyen volt, Navracsis is ilyen volt, bizonyos szempontból Palkovics is ilyen volt, és most látható, a Nagy Márton kap egy ilyen szerepet, és a, a kormány sajtóban is azt érezni, hogy hogy hoppit itt az új erős ember, okos ember. Ugye mi is írtuk a szövegben, hogy ő már annyira erős, annyira okos ember, hogy, hogy érzékelteti érzékeltet is a többiek felé, akár Palkovics felé is az ő szellemi felségét. Bocs, hogy ez, ez bocsánat, csak egy ilyen nagyon finom eufemizmus arra, hogy valaki segfej? Melyik? Hát ugye Nagy Mártonról egyszerűen, véletlenül is akarom terbe keverni magamat ebben a podcastban, de azért a történetek alapján, amiket Nagy Mártonról leírtak, az az a legelső dolog, ami kiderül belőle, hogy nem akarsz ezzel az emberrel inni, nem akarsz vele együtt dolgozni, nem akarsz főnöke lenni, nem akarsz, ezek szerint egy kormányba most. Szerintem lenni. ő sem akar veled együtt inni, meg veled egy kormányban. E pedig velem sokkal kellemesebb inni, mint vele egyébként. Ja, De ezt ugye jól érzékelem, hogy most Nagy Márton az új új libling, vagy legalábbis az, akit liblinként festenek nem, meg a, nem a tudom, narancsos egészségben. Én, én eg inkább igen. Azt, azt mondanám, vagy azt, azt, azt érzem, hogy tehát az orbánnak ilyen, ilyen érzelme, hogy ebben neki ilyen érzelmei lennének, ezt én inkább valami fajta technikai, meg mi megfontolásnak gondolnám lehet, hogy egyszerűen valahogy akatilag szereti így leosztani a kártyákat vagy a, a, a feladatokat, de én szerintem ebbe, ebbe ilyen érz, érzelem nincsen. E, ezek azok a dolgok, ugye itt ezt ö, többször mondtuk, hogy hogy mennyire jó lenne a Orbánnal ö, ö, rendes interjúkat ö, készíteni. Rendesen inni vele egyet, igen. Igen, mondjuk. az, is az is érdekes lenne, de hogy... hogy... Soha nem lesz nagy Márton interjúnk, soha. Soha. Ezek után? Igen. Én a Navracs mondtam olyan jókat korábban, és végig is lett Navracs interjúnk, de... Bocs, Gergő. <laughs> Miki. Hogy ez elképesztően érdekes, hogy, hogy ezek a belső játszmák azok, nyilván erről Orbán soha, soha nem beszélne őszintén, és szerintem nem csak a nyilvánosságban nem beszélne őszintén, de még a, a legbelsőbb körökben sem. Én gondolom, tudnék, hogy... tudnék vinni annyi pálinkát szerintem. Igen, meg, meg a nem tudom, a századik kérdés. Hogy de lehet, hogy már, már mondaná egy olyan mondatot, amiből már lehetne de azt valamire azt következni. Azt már nem értenénk, mert annyira őszak <coughs> mire, mire, mire addig eljutna a, a gátlások feloldásában? Igen. A, a... Ez az energiaügyi minisztérium nekem ez, ez nagyon sok sebből érzik, szóval én ezt nem nagyon látom, hogy ezt... Tehát én azt az látom, hogy a Szijjártól ezt a paksi dolgot az orosz vonal miatt is rettenetesen akarja. Szerintem ez, ez neki nagy, nagy, tehát az, hogy a, 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 a sűrítől azt elvették, és bekerült a, a, vagy elkerült a külügyhöz. Én nem, nem hiszem, hogy ezt a, a Szijjártó el akarná engedni, főleg nem, nem néhány hónap után. A, az, hogy csináljanak egy energiaügyi minisztériumot, amiben a, nincs benne a PAKS 2 bővítés, az meg, az meg nekem nagyon furcsa. Ugye nem csak az van nála bocsánat, hanem minden külföldi Hát Igen. Tehát, hát, hogy, hogy a, 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 ha innen meg az következik, hogy valahogy a Sziártót megvágnák, az meg szerintem hogy na, az is egy nagyon furcsa kanyar lenne ebbe a történetbe. Ugye ha csinálnak egy ilyen minisztériumot, ez a lehetőség tulajdonképpen fennáll, sőt, adja is magát, hogy akkor valahogy oda gravitáljanak a dolgok, De de akkor ez meg a, a, a CR-tó kivételezett helyzetének lehetne egy ilyen karcolás. Vagy Tök logikus adat. lenne egyébként, tehát soha senkit nem hagy túl sokáig. És most szijjártól ugye az erős ember, még emlegetik Orbán Viktor leendő. Hát ugye a 2030, 50-60-an utáni utolgyakért, igen. Aki eddig úgy emlegettek emlékeztek, mondjuk Rogán antal esetére még valami régen, az utána azonnal végre. Hát, amint abban a pozícióban felpercegte magát, vagy per, felpercegődött, akár a Rogán, akár később mondjuk a Lázár, hogy ő lehet az utód, abban a pillanatban vége volt, és ment vissza egy eleje. Hát én ne zárjuk ki azt se, hogy mondjuk a Sziártót, tehát hogy azért van potenciálisan arra is lehetőség, ugye régebben is voltak ilyen plékek, hogy Sziártó kaphat másik feladatkört a kormányban, ennél akár fontosabbat is. Egyébként a külügyminiszteri pont az, poszt az általában nem a legnehezebb ezekben a kormányokban, de, nagyon jól lett vele reprezentálni. Itt tudom, én valahol átadnak egy, egy, fészert ott, Magyarország határain belül, azt mindig Sziártó Péter adja át, és benne van az esti. de igen, de a Sziárt ezt nagyon jól is csinálja. Én csak azt mondom, hogy nem kizárt az, hogy hogy ugye az Orbán számára a politikai mozgásteret jelentene pont akkor, amikor beszorult egy olyan pozícióba, ami kezd szerintem egyre kellemetlenebbé válni. Ez az ilyen korlátlan orosz pártiság. Ennek a jelképe egyértelműen a CIARTO. Hogyha azt feltételezzük, hogy az Orbán tényleg bízik abban, hogy ennek a konfliktusnak az lehet a vége, hogy valamilyen módon Oroszország nyer hosszú távon, akkor gondolhatja azt, hogy ezt a szállatű nem engedheti el már csak jelképes okokból sem. Viszont egyre kevesebb olyan jel van, ami arra mutatna, hogy ezt a konfliktust hosszú távon Oroszország nyeri meg, vagy önkiből, jól, és egyre inkább az látszik, amit egyébként nagyon régóta mondunk, hogy a, az a fajta ilyen piacközpontú stratégiai mozgástér, ami a kisállamoknak van e, szövetségi rendszerek között, mondjuk itt a Nyugat és a Kelet között, az egyre inkább a gazdasági alapú megközelítésről elkezd a biztonságpolitikai alapú megközelítés felé menni. Tehát eddig tolerálták azt, hogyha te így nyúlkáltál autoriter Kelet felé, és próbáltál onnan pénzt szerezni, most viszont egyre inkább a Nyugat, és leginkább az Egyesült Államok, de egyre inkább da Europa e União eu A biztonságpolitika felől közelíti meg ezt, és azt gondolja, hogy az, az ő, nem, ő számára nemzetbiztonsági szempontból veszélyes, hogyha a szövetségi rendszer egyik tagja elkezd kifelé nyúlkálni. És ezeket egyre inkább úgy néz ki, és már jó ideje úgy néz ki, hogy ezeket megpróbálják visszavágni majd. És épp ezért is éleződik annyira ez a konfliktus, amiben Orbán egyre nyugat, hogyha beszélgetetek ilyen külföldi elemzőkkel, meg figurákkal, vagy átlag emberekkel, akkor nem tudom, Orbán gyakorlatilag ilyen Hitler képben látják már, ami ugye objektíven tehát így, de nem olyan az Orbán valójában, meg nem úgy működik az Orbán rendszer, mint hogy ők azt látják. Meg nem úgy van a viszonya Oroszország felé sem, mint hogy ők azt látják. Viszont ennek a kiéleződésnek nem csak az az alapja, hogy Orbán Viktor egyre orosz barátabb, mert ez se igaz, hanem az az alapja, hogy a másik oldal élezi a választás szükségességét, és kényszeríti ki azt, hogy mindenki a táboron belül befelé forduljon, és neki felé. És ebből ez, ez, ez egy szűkített mozgásteret az Orbánnak. Ha békülni akar, ez a klasszik két lépés előre, egy lépés vissza, akkor mondjuk más feladatot tud adni a Sziártónak, aki amikor más izékkal foglalkozik, és akkor kevésbé látszik ez az orosz párti arcél ennek a kormánynak. Csak, ez csak egy ilyen lehetőség. Nem azt mondom, hogy ez fog történni, mert nem utal el, hogy lecserélik a Szijjártót, és csak hogy ez például opció lenne. Benne, hogyha hogy az energiaügyet, meg az orosz ügyeket elveszi. Nem orosz párdi az Orbán kormány, azt gondolod? Nem, én nem gondolom, hogy az Orbán. Én azt gondolom, hogy Szijjártó Péter nagyon jó baráti kapcsolatot ápl az oroszokkal. Azt is feltételezem, hogy akár van arra is esély, hogy Orbán Viktort valamilyen politikai, nem tudom, gyanús dologgal fogják esetleg az oroszok, de szerintem az orosz párti politika az nem erről szól. Erről szerintem beszéltünk már korábban, szerintem az orosz politika arra or arról szól, hogy az Orbán nem áldoz be az éppen másfelé fújó szelek miatt hirtelen szövetségi kapcsolatokat. És nagyon sok energia meg pénz ment abba, hogy Oroszország feléjük nyissanak, meg Kína feléjük nyissanak, és ez nem fogja eldobni az első adandó alkalommal. Ez az egyik ok. A másik ok az, hogy a keleti autoriter rendszerektől sokkal könnyebb olyan módon pénzt és forrás szerezni, hogy ők nem szólnak bele a jogállami kérdésekben magabban, hogy ez a forrás pontosan kinél köt ki. Tehát könnyebb lopni belőle. A harmadik pedig az, hogy van ez ugye ez a elmélete az Orbánnak arról, hogy hogyan kell egy kis országnak lavírozni a nagyhatalmak között, ami részben egy tök jogos ötlet, és ennek az egyik eleme Oroszország. De ez, ez, nem meríti ki az orosz pártiságnak a fogalmát? Az a kulturális károkozás, amit ebben a, most bocsánat, a, a pártoszér meg a nagy szavakért, amit ebben a nemzetben elkövet azáltal, hogy, hogy áthangolja az országot, az ország jelentős részét már áthangolta a nyugat pártiságtól az orosz pártiság felé, aminek ugye a szimbóluma ez a mostani bombás plakát, miközben Oroszország bombázza szó szerint Ukrajnát, közben a magyar embereket egy bombáz, bombát mintázó plakáttal bombázza Orbán Viktor, amiben arról beszél, hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek bennünket. Én nem felmenteni akarom. Ez nem orosz párt is? Nálam atlantistább embert kevés, keveset találni. Szerintem, és és toleránsabbat is, mint, mint látjuk. Talán ebben a podcastban én vagyok innen a legatlantistább ilyen kritikátlanul, de nem akarom morálisan fölmenteni, ez szerintem is visszataszító, főleg hogy most az új Ukrajnának szánt EU-s támogatással szembeni vétófenyegetés azt találom hogy igazán visszataszítónak. Én csak azt mondom, hogy szerintem mi lehet e mögött. Tehát, hogy, hogy, érted, miért vagy orosz párti, hogy te ideológiailag azt gondolod, hogy az-e a jobb rendszer, és szerintem ebbe ezt azért nem feltétlenül gondolják így. Van erről egy csomó, ez lehet, hogy kövér. Az 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 ezen, ezen bírója, is volna fogás egyébként. De szerintem a, szerintem a, valószínűleg azért az Orbánt én, én, én okosabb embernek tartom annál, hogy azt gondolja, hogy Oroszország egy jobb hely, mint az egyik. Hanyatló nyugat, és akkor közben pedig a türkökkel. Bacsonyan, ja, de hát aztán meg mégis, hogyha Varga hogy elmegy New Yorkba, akkor úgy fotózkodik a, Lex and the City feliratokkal a Lexington Avenue előtt. Gondolom Nizsnyi Novgorodban nem csinálná ezt. Tehát, hogy, tehát látszik rajta, hogy ilyen nevezi, hogy lehet. Orbán meg a türkökkel Itt parolázik éppen ez ugyanezekben a napokban. Ja, de nyaralni nem megy, nem tudom. Hogy... <laughs> Hanem Orvátország. Ami, ami Nálam részt. ez már erősen orosz pártiság, hogyha a lóvé miatt csinálja ezt, meg a hatalom megtartása miatt, vagy a mozgástértágítása miatt, nem akkor is ez komoly kulturális károkozás is. erőteljesen orosz pártiság, de valószínűleg az orosz pártiság definíciójának a határai vannak máshol nálad is. Igen, nem? De majd igen. Miklós igazságot tesz köztünk. Hát ezt azért nem próbál, nem, nem, vennék egy ekkora keresztet a, a, hogy köztetek igazságot. Nem, Mármint ortodox keresztet, vagy vatikáni hát igen, pont, pont, itt akartam kezdeni a gondolatomat, hogy, 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 hogy nem, hogy nem, hogy nem akar, nem is mit mondtad a Zsoltot, hogy, hogy, nem akar olyan lenni, mint a Putyin, vagy nem, 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 nem irigyli azt, vagy nem, nem akar ezt az oroszágot. Én ebben bizonyos szempontból nem vagyok annyira, annyira biztos. Szerintem itt azért vannak, olyan, olyan kulturális, meg ilyen identitásbeli dolgok, amik, bár nem menjünk el nagyon ebbe az irányba, mert szerintem ez nem, nem is annyira érdekes, de ami... ami nagyon... Básra, autokrácia, de ami, hát demokrácia, hát igen, az A, a, a tradicionalizmus, a vallás, a hatékony politikai vezetés. A, a buzizás. A, igen, a globalizmusnak a totális elutasítása. Hanyatló nyugat. A hanyatló nyugat, meg hogy, meg mit tudom én szóval ezek a... Ezek, ezek mindig a, ezek... a nüanszok. Külön. Tehát, tényleg de ez már... Várja, de hita, hogy ebben. De hogy nagyon sok különbség van abban, ahogy mondjuk ők látják. De, meg ez, ahogy... de ez, ez szerintem csak azt akartam de ez mondani. Lengyelország is. Tehát és az egy tök más rendszer. Tehát Lengyelországra is lehet ezt mondani, nem csak Oroszországra. De hogy ez, ez biztos vonzó az Orbánnak, és ez, ez ha ha. A, a, a Putyin kép, biztos lehet ilyen nagyon jó tanulmányokat, lehetne nagyon jó tanulmányokat írni, hogy a Putyin kép mondjuk a, a kormánypárti meg a közmédiában az 2010 óta, hogy alakul, és hogy milyen értékeket tulajdonítanak Putyinnak ennek a, ezeknek a csatornáknak a követőjük. Biztos azt mondják, hogy hát abban az országban, nem tudom hagyományok vannak, nem lehet, nem tudom, mindent csinálni, azért vannak vannak bizonyos korlátok, most nem menjünk bele, hogy ez mekkora, mekkora hazugság, meg hogy ott mit, mit lehet csinálni Oroszországban, meg, meg mit nem, de hogy ez a képél él Oroszországról, és szerintem ehhez, ebben van, van valami fajta ízlésbeli vonzódás a, a, a Putyin felé, miközben nyilván, ami itt is már sokszor elhangzik, hogy ho, hova megyünk nyaralni, hogy Oroszországba vagy, vagy vagy, nyugatra, akkor tízből tízre mindenki nyugatra megy. Én még az egyetlen, aki Oroszországba menne egyébként, és én tettem az, az atlantista ért. De hova, hova, menné? Moszkvába, Szentpétervára? Nem az Az Oroszország. egyébként nem, hát a Szibéria iszonyú jó hely, Kamcsot keres, nagyon szívesen igen. Ez az a legszomorúbb ebben az egészben, hogy egy kulturális érdeklődésből mennél oda. Tuvára. Igen, de nem pihenni mennél oda, meg nem, hanem valami fajta más. Én hegyi is. Meg Odesszában is, ezért na mindegy. Dolgozni voltam mind a két helyen egyébként, de hogy pihentettél. Egyik karabakban, mit dolgoztál, vajon? ezt nem akarom tudni? Hát nem a olvastad a három, három riporti hosszú riporti cikkemet? Egyik karabakról, igen. Ajánlom őket egyébként, mert most már elég régiek, de. Annak én olvastam. <laughs> na, ö, rohan az idő, azért ásapkázzunk, ha már, már kecskézni nem igen lesz majd időnk. Ugye mostanáig nyolc alapvető élelmiszerem volt ársapka, ehhez most még kettő hozzájön. Az MS tojás és a késői krumpli is felkerült a hatóság. Tessék? Öt, nem? Mert én meg tudok hogy most van hét ársapkes termék, nem? Én nyolcról tudtam, de akkor majd megszámolom, és, és akkor, <laughs> akkor majd pontosítom, én nyolcról tudtam, és sőt, ráadásul a, szerintem, a, hol a Raskónak volt most, amit egyébként szintén ajánlok, Raskó György volt benne a, a Baka kollégánál az eheti De -ja. Della című podcastban, ugye ebben a stúdióban. Az éj merült a egyébként, és akkor én most én autentikusan idézem az ő szavait. És ő, ő, ő emlékeim szerint ilyen termékről beszélt, ez most még kettő hozzajön, az olyan MS-tojásról, mint a, a, az emberi fogyasztásra való krumpli, és azt kell még tudni, hogy az árat a 2022. szeptember 30-ai állapot szerint rögzíti a kormány legalább az idei év végéig, és ugye azt tudjuk, hogy a, az ársapka az főszabály szerint olyan élelmes, élelmiszerekre alkalmazandó, amely éves alapon legalább 40 kal drágult, és előállítható Magyarországon, ugye ez mind a tojásra, mind a burgonyára igaz. Más kérdés, akár erre is kiterhetünk majd, hogy ugye tojásból és burgonyából is behozunk, importálunk. Ami ellen ugye legutóbb a Gulyás Gergely pont, pont személyesen kelt ki, hogy ugye azok a típusú, és az uniós ársapka kapcsán, hogy azok a típusú ársapkák, ahol importáljuk a terméket, amire a hatóságért vettünk be, azok ne, azok szerintem nem működhetnek. Mondja és ezt úgy, hogy előtte ugye a benzinre, amiből szintén importálunk, kivethetek majd utána erre, de... Mert, a, szóval. mert ezek az élelmiszer ársapkák olyan nagyon működnek. Na szóval, Én hogy lesz, ha... Ugye igazából arra a cél, amit ő mondott, arra szerintem egyébként működnek. Ha, ha, ha csak krumplit csak meg tojást. Igen de, ugye nem az, de, de nem igen, de nem az a cél, de nem, nem az a cél, hogy ne, igen, de nem az a cél, hogy, hogy az inflációt lemondják, meg nem az a cél, hogy az átlag családnak lejjebb nyomják a, a fogyasztói kosárát, hanem az a cél, hogy legyenek olyan ételek, amiket a legszegényebbek is meg tudnak venni, és legyen öt olyan dolog, ami nem drágul ki senkinek a, az izájában. Most ez, Persze ez is kérdés, hogy, hogy ez működik. Szerintem erre a célra egy fokkal jobban működik, mint bármi másra. Mindezt, ma nagyon megértővők minden Orbáni politikai kapcsolatban. Ja, ma ne ne egy... közbeszólni. Egy, egy, egy atlantista hegyi karavakban uh, MS tojást zabál. Ez, ez De Kernel Zsoltról ma felrajzolt érteni. képünk. Nem, szerintem erre jó. Nyilván az ársapkák én sem gondolom, hogy működnének. Hogyha működnének, nem 20% lenne az infláció. Alapvető hülyeség. A... Az élelmiszerinfláció az, az elmúlt, az elmúlt az egy az évben Kraskót idézem, ismételte 38%, ami két és félszerese fél az Európai Uniós átlagnak, és közel kétszerese még a lengyel meg a cseh értéknek is. Ez egy rossz technika. Tehát ne, nem, 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 mondjuk ki, tehát ez, ez az ársapka az élelmiszerekre. Ez nem, Milyen szempontból nem, nem, rossz? Politikailag rossz, hát, vagy gazdaságilag azért a, rossz? Hát, a a azért, gazdasá... mert bennem, bennem szúnyadó Pető Péter most azt az az kiabálná, hogy, hogy hogy politikailag jó. Én, Én ezt próbáltam az is, előbb mondani, ezt ugye van, van? Ugye valóban de... több szintje van, van a, a politikai kommunikáció, hogy ezt ugye lehet kommunikálni, és akkor ebből a, 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 a Fidesz ki tudja tenni, hogy megvédjük az embereket, ami természetesen egy illúzió, ez, ez nem ne? így van. Mert jó, igen, nyilván ismerjük a kutatásokat, csak azt mondom, ha elmész bevásárolni, és mondjuk nem csak krumplit veszel, meg tojást, meg Csirke mellett is igen ö, meg ugyan hogyha ezeket meg tudod egyáltalán venni? Mert például abból a nagyon olcsó tejből én, amióta rátették az a én nem láttam olyan, olyan tejet azokon a helyeken, ahol így vásárolni szoktam, tehát hogy itt azért megint az is van, hogy nehogy ne, ne, a tojásból hiány legyen egy idő Amiből időből. eleve hiány volt. Igen, tehát, az tehát, az hogy, tehát, tehát hogy hogy van, van egy értem. olyan hatása is ugye, hogy ezekből aztán így elkezd hiány lenni, a, a hiány ugye az meg egy nagy, nagy történet a magyar ö, közgazdaságban. A, a, a 80-as évek óta ennek ilyen elméleti megalapozottsága Ez van. Szóval az... csak azt mondom, hogy egy. Tehát gazdaságilag a hiányhoz vezet. A abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy a tojás, azt, azt akkor itt, itt be kell fogyasztani, az az ár, akkor egy picit a, nem tudom, meg fog jelenni majd a a Pesto Mártáson egy vagy nem tudom, ezt most csak ezt mondom, ezt mondtam. Pesto mondtam megjelent egyébként, az én nagy Igen, pesto csak hogy, vők, és hogy, 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 a hogy szere 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 De hát nézd meg, könyörgöm, nézd meg a kenyér árát, nézd meg a margarin árát, hát egyszer a trappista sajt, nem tudom, csak most mondok neked, de nagyjából tényleg minden, tehát hol, most hol van. Kor, a... mondta a Raskó, ugyanitt, a nagy áruházláncok betolják, ugye, Azokban azokba de... a És, és akkor még nem beszéltünk az Ice Monsterről, amiből nem csak hiány van, de hogyha van, akkor is kerül. Hát a kedvenc italom a Ice Monster energiai. Pet Pető Péter már volt volna itt lenne a stúdióban. É. Pető lefordult volna a de hogy ez a hiány is van belőle, és a duplára drágult. Ugye? Na de, ez hogy, ez? Hogy, de én az egyetlen Hogy, az, hogy, az hogy azt mondjuk, hogy azt mondod, hogy ennek van politikai haszna, oké, okay. De de másfelől meg a, 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 a kiskereskedelemre, a te pénztárcádra, ez nem hat jól. Tehát, hogy, hogy igen, abban a pillanatban csak ezt az öt terméket veszed, de ilyen ember nincs Magyarországon, akkor ez a dolog valami megtakarítás Járha, de abban a pillanatban, hogy már elkezdesz lenni, és, és itt mondok egy még egy olyan szempontot, és tudom, hogy ez már, hogy is mondjam, ez egy ilyen luxusigény. Tehát szerintem az nem jó, ha az embereket arra szoktatjuk, vagy ha az állam azt mondja neki, oké, okay, válság van, ez mondjuk így bizonyos értelemben ez alól adhat, hogy egyétek állandóan ugyanazt. Tehát szerintem ez nem nem, jó... itt már olyan luxus ezeket vanunk, mint az egészséges táplálkozás, meg a alapvető Ahhoz individumnak kell tekinteni az embert, hogy ilyenekkel foglalkoznám, egy masszának, ami... Igen, de csak egy olyan szempontot mondtam még, hogy szerintem ez rossz, amellett, hogy szerintem ez az égvilágon nem ér semmit. Én azt gondolom, hogyha elmész bevásárolni, és hogyha nem is veszel, nem tudom, nem akkor az a kosár, hogy nem tudom, hetente 50 ezer forintot vásárolsz, hanem nem tudom, tízezrekért, tízezeket fizetsz a végén. Ezek a, a végén én, én egész biztos vagyok benne, de hát ugye nincsenek ilyen kutatások, mert ez egy ilyen kutathatatlan izé, hogy ez igazából nem számít. Ez ugye valami fajta politikai tőke a léleknek, hogy akkor mondják, hogy megvédjük izé, de valójában ez... De szerintem arra se sem jó, hogy hadd védjem meg az előző álláspontomat, hogy én azt mondtam, hogy az, amit a Gulyás Gergely most mondott, az a cél, arra lehet a legalkalmasabb még a hatósági erre, ezen kívül semmi más, nem, de szerintem a politikai cél az nem az, hogy, és nagyjából sosem az egyébként az Orbán kormányok alatt, hogy valamilyen módon segítsük a legelesettebbeket, hanem a politikai cél az az, hogy a kormány egy cselekvő valaminek tűnjön, ami menedzser, ami kezeli ezt az egészet. Ennek ugye vannak veszélyei, mert minél többször bele a gazdaság normális működésébe, de minél dilettánsabb módon nyúlsz bele, annál könnyebb lesz később dilettáns módon belenyúlni, aminek hát látjuk egyébként, ez a, az, ami most volt, az, az, az tíz évnyi gazdaságpolitikának a visszaütése, hogy, hogy nem folytatunk anticipációt, gazdaságpolitikát, akkor is ezerre nyomtuk a gázt, amikor már nem volt, nem jött annyi, meg látszott, hogy szar lesz, nem tettünk félre semmit. Ez, ez csak a a legalapvetőbb dolog, dolgokban is félre van ezértve. A hatóságért teljesen fölösleges, viszont ugye arra a, a, azt magyarázza, hogy a, hogy a kormány cselekszik, és valamit kezd ezzel a helyzetem. Szerintem a legtraumatikusabb dolog a mai Magyarországon, Hogyha valaki nem gondolkozik azon, hogy mit csinálunk uh, Ukrajnával, akkor a legtraumatikusabb dolog az az, hogyha valaki elmegy bevásárolni. Mert érted, egy, nem, nem 20%-a drágultak az árak, mindenki lehet, hogy nem 20 Hát háromszor annyit fizetünk egy átlagos bevásárlásra. Ma már stresszes bemenni egy, egy, egy bevásárlás, Igen. egy, egy ABC. Nézed, hogy mennyibe kerül, nem tudom, hogy múlt hét óta mennyit emelkedett. Hát kifejezetten stresszes vásárolni. De erre, erre, mondja Orbán Viktor az, hogy én, vagy mondhatják az ő szavazói, hogy Orbán Viktor legalább ennyit megtett értünk, mint a Komcsik biztos nem tettek volna meg, hogy hatósági árral megvédett bennünket. Egyébként pedig nem Orbán Viktor tehet erre az egész. Szaros, ami... hanem a háború. Igen, ez a két mondat van fel, felírva az égre, amit az imént említettem, és a többi az politikailag nem számít. A többi ezt ezzel a két mondattal kimagyarázni. a hatóságért az kevésbé működik ebbe, ebben, a helyzetben, mert ott hiába tűnik potásnak a kormány, hogyha egy idő után nincs eredménye annak, amit csinál, már pedig nincs eredménye. Szerintem sokkal jobban működik az, hogyha külső ezekre fogják. Tehát az Orbán kormánynak a nagy trükkje volt az, hogy megnevezték, hogy ki a felelős azért a szarér, ami van. És nem ők azok, sosem ők azok egyébként. Tehát ilyen, olyan konzervatív kormányt, amelyik ennyire nem vállalt felelősséget semmiért, amit csinált volna. Donald Trump idézte az, az amerikai választások előtt egy nappal a legkirályabb politikai mondatát, amit egyébként Orbára is rá lehetne húzni. Ugye, kérdezték tőle, hogy mekkora szerepe van a félidős választások eredményében, és a Trump azt mondta, hogy ha jól szerepelnek, akkor természetesen minden érdem az enyém, de hogyha rosszul szerepelnek, akkor nem gondolom, hogy engem kéne érte hibáztatni és, ez, és az Orbánék is ezt gondolják nagyjából mindenről, csak Trump kimondja őszintén, de hogy az egyetlen, ami működik ebből szerintem az, hogy más, hogy megmondják, hogy ki a felelős. Még hogyha az is úgy hazugság, ahogy van. A, a szerdai bejelentésnél, a, hogy hány lesz, ott már tettünk téteket, hogy kettő, három, négy, öt. Én, én, én azt hittem, hogy több lesz. És egyébként az az érdekes, ugye, hogy nem lett több, és ebből azért lehet bizonyos következtetéseket levonni. Tehát, hogy nyilván a ciki lett volna, ha azt mondják, hogy tojás, hogy ezt az egy, egyet, de, de valószínűleg kettőnél már már többet mert nem mertek leásakkázni, mert hogy ez kurva veszélyes. Hát és ugye, amikor rá is kérdeztünk erre, uh, ami elkezdett gúnyolódni a gulyás, hogy amikor megkérdeztem tőle, volt. ugye, hogy tejtermékekre miért nincs, és akkor ott mondta, hogy hát a tejre van, de uh. hát én megnézem tényleg gulyás hogy ott neki a vajat köpülni a másfeles ársapkás tejből, ez szóval nem ugyanaz a kategória. Öm, és utána viszont a harmadik visszakérdezésre természetesen válaszolt is rendesen, ahogy szokta, és azt mondta, hogy tejtermékekre és a sajtra azért nem vezetek be hatósági eredet, mert olyanra akarnak bevezetni, amiből kevésbé valószínű, hogy hiány alakul ki emiatt. Tehát még a kormány is azt gondolja, hogyha ha tejtermékekre és a sajtra ársapkát vezetne be, akkor abból brutális hiány lenne. Egyébként ezek az ásapkák sem annyira brutálisak, mint ami elsőre tűnik. Ugye a szeptember 30-án a tojás esetében 25, a krumpinál pedig Tavaly 10, százalékos ha... Az... hiszen az összes ilyen ásapkás termék már jóval korábban kezdett drágulni, és a drágulásnak ugye egyébként azok, amiről már mi is beszéltünk, hogy ezekből a termékekből noha valamikor Magyarország exportőr volt, itt most jelentős részben külföldről kell behozni, ami ugye ebből szintén ebből is kinő az, hogy torzul a piac attól, hogy nem Magyarországon nem teljes egészében Magyarországon megtermelt termékeket fogyasztunk. De hogy még egy, még egy mondat a raskóra, jött, kérdezte itt a, a baka, hogy hogy a magyar, mivel, ahogy említettem, a magyar élel élelmiszerinfláció 38-40 százalékos szemben az uniós átlag, amihez képest két és félszeresebb, ugye ez a magyar élelmiszerinfláció, de szép mondat volt. És két okot mondott raskó erre. Az egyik az a a forint gyöngülés. Ugye egy év alatt az euróval szemben 18-19 százalékot, a dollárral szemben 40 százalékot gyengült a forint. És ugye mivel Magyarország nyitott gazdaság, sok export, sok import, ez ö, keményen rányomja a hatását a, a magyar élelmiszerára. Eközben például a cseheket mondta, ott a cseh korona 5 ot gyengült ennyi idő alatt az euróval szemben, és a lengyel, is sokkal szerényebb, az otyi sokkal szerényebben gyengült, mint a, mint a, forint. A másik fők pedig mondja Raskó, a kormány kampányköltekezése a választási kampányban a lakosság felé mintegy 2000 milliárd forint, ami ugye egyrészt tett egy inflációs, inflációs, nyomást az élelmiszeriparra, ugye az is emelt, akinek nem kellett volna emelni amúgy, mert mondták, hogy fel kell szállni az inflációs vonatra, most lehet elfogadtatni a vásárlóval az emelkedő árakat. Ugye a magyar pedig a, plusz pénzből költött, bespájzott leginkább egyébként ilyen ásapkás termékekből, és ahogy már mondtam, az ásápkás termékeken elszenvedett veszteséget a kereskedők rátolták a többi terméklet, Tehát ugyanaz a pénz bejött a nap végén a kasszába, csak a mosóporra fizetett ki, meg a Zsolt a különböző illatú energétalokra, és akkor. Abszolút. De egyébként erre a, a gulyás ugye azt mondta, hogy valójában ez a kisboltoknál, a kisboltok nem engedhetik meg maguknak, a nagyboltoknak meg árverseny van. És, és a kisbolt nem... bezár? Igen, a kisboltokat elvileg támogatják, és emiatt, de most nem, nem, akarok Gulyás gergálni. nyilván egyébként hülyeség, hiszen minden hülyeség ebből az egészben érted? az a óriási szerencséjük, hogy a magyarok nem mennek nyugatra, meg sehova. Tehát elmész Olaszország, elmész Portugáliába. Hát bagóért adnak kaját. Konkrétan minden sokkal olcsóbb, mint itt. És nem, a, nem vásárlőrő mérve olcsóbb, hanem konkrétan a reál árban olcsóbb. Tehát te kimész Portugáliába, és abból a fizetésből, amit itt kapsz, azért több kaját tudsz venni ott, mint itt. De az egyszerű válasz már elmondtam én is erre. Ugye a forint gyengülése 2010-ben, amikor Orbán Viktor ugye a bejött kétharmaddal, 2010-ben, tehát 10, 12 évvel ezelőtt az euró 265 forintért vásárolattad meg, most meg 400 nem tudom mennyi, de volt, hogy már 430-ig felfutottunk. Ugye ez nem tud ne nem, megjelenni az ére. Ugye ez leértékeli a mi munkánkat 60-70-80 százalékkal, a mi munkabérünket leértékeli, annyival drágában veszed meg a kaját, meg egyébként minden mást is. A kaját különösen a korábban már említett ö, ö, okok miatt. Hát jók vagyunk. Na, hát jó van. Akkor időnközben lejárt. Az utolsó témánk ugye a kecske, az megmaradt, <laughs> meg a káposzta, és azt most akkor elengedjük, és ezzel valószínűleg számos büntetést és haragos olvasói e-mailtől szabadulunk meg, mert hogy nem fogunk csúnyán beszélni és csúnya szavakat idézni. Csak a, akkor a, a, a stúdióban akkor csúnya szavak helyet, Gergely Miklós, Kerner Zsolt és nagy József a hallgatókat és a nézőket. Nem hát csak a magad nem védben